Testvérek, hallgassuk meg azt a szent ígét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra a prédikáció alapjául jelölt ki. Ezt megírva találjuk Ezékiel próféta könyvének 33. részében, a 30. verstől a következőképpen. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Aztán eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem. Hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak annyi vagy nekik pajzándalok éneklése, akinek szép a hangja, s jól pengeti a lantot. Hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, keserédes szavak a próféta szájából, amik elhangzanak ebben a felolvasott rövid ige szakaszban. Isten igéje, szava, amely megállít, útba akar igazítani, célt akar adni a mi életünknek, sokszor üresen csengő emberi szónak tűnik. Én mindig rádöbbenek arra, amikor valami úgy kezdődik, hogy így szól az Úr. Természetesen ezt emberi szavakon keresztül tudja elmondani. Erre voltak a próféták, erre voltak az apostolok. De az ő szolgálatuknak, és hiszem, mai prófétai szolgálatunknak az az egyetlen üzenet tartalma van, hogy Isten kinyilatkoztatja magát, önmagát. Ő szól. Mindennek ez az előfeltétele. Minden emberi szó mögött, s megélt cselekedet mögött, ott belül valahol isteni erő, mentő szeretet húzódik. A kommunikáció időszakában, évszázadában, ahol hát rengeteg hírrel találkozunk. A Föld bármely pontján történik valami, néhány perc múlva az egész világ tudhatja, ismerheti. Mondhatnánk, ez egy nagyon jó dolog, ez egy áldás. De egyre jobban úgy érzem, testvérek, hogy a keser édes szó, tartalom, üzenet rendelkezik egy másik oldallal is. Hát ha betetszene kapcsolni a televíziót, és nem a szószék szól éppen, akkor rengeteg hírről hallunk. A hírek, a tények bármilyen formában tálalják, negatívak. Lassan a hírműsorok kék fénybe illő hosszúságban foglalkoznak a bajokkal, nyomorúságokkal, ki ölt meg kit, milyen bajok történtek, milyen nyomorúságok, mennyi félelem, mennyi teher, ami elér minket, és bénít. Amikor az ember átérzi, hogy a szónak hatalma van, már az Illés együttes énekelte, a szó veszélyes fegyver. Persze már a Szentírásban is látjuk ennek alapjait. Persze nehéz ezt mindig értelmezni, hisz korunk egyre jobban érzi, hogy a szavaknak súlyuk van, és mégsem kezeljük őket megfelelő szinten.
És amíg eljutunk oda, hogy a hit hallásból van, és ez a hallás Isten igéjének a megértéséből, érezzük, hisz körülvesz minket ez a világ. Egy tanulmányban olvastam, hogy valaki azt írta, hogy nem biztos benne, hogy az orvosok valamennyien tudják, hogy milyen rettenetes baj tudnak okozni egy negatív mondattal, vagy hogy összeráncolják a szemüket, vagy egy sóhajtással, amiben ott van már a lemondás is. De tovább megyek. Nem vagyok biztos abban sem, hogy minden szülő tudja, hogy milyen mély sebeket ejthet a szavakkal. Nem vagyok biztos abban sem, hogy minden pedagógus tisztában van azzal, hogy a kimondott szónak milyen hatása van. Mert a szó, amikor olyan ember mondja, akiben megbízunk, aki számunkra fontos, nem csak érzékszervi, hanem élettani szinten is okozhat jeleket és változásokat. Hadd kérdezzem, voltak-e a testvérek olyan helyzetben, amikor valaki egy rossz hírt közölt, és az ember gyomra összehúzódik? Valami elindul belül. A szavak változásokat okoznak a szervezetünkben, és ezt lehet ma egy ilyen elméleti szintű gondolatnak tekinteni, de ez a tanulmány leírja, hogy ez már műszerekkel is kimutatható. Tudom, a lélek a legérzékenyebb műszer, és mennyien hordozunk olyan szavakat, amik nélkül nem ott lennénk, ahol vagyunk. Egy-egy bíztatást, egy-egy otthonról kapott útmutatást, amely egy egész életen keresztül kísér minket, megóv attól, hogy valami olyat tegyünk. Mert mi ezt hozzuk magunkkal, azokból a családokból, azoknak a hitéből, életéből, akiknek annyi mindent köszönhetünk. De mennyien vannak olyanok, akik ezzel a teherrel élnek, hogy te nem tudtad megtenni ezt sem, te erre sem vagy jó, és bizonyítani akarnak. Magam is tapasztaltam, amikor valakiről lemondtak. És én is ott voltam, próbáltam Isten igéjét mondani, de húzta lefelé az, hogy neked el kell menni, meg kell halni, vége mindennek. Igen, a szó veszélyes fegyver, és ezt a próféta tudja, amikor elmondja. Amikor nem arról beszél, hogy ezt mondom én, így gondolom én, hanem azt mondja, így szól az Úr. Testvér, figyelj oda! Emberi szavakon keresztül szólít meg az Isten. Nem csak a lelkészen keresztül, hisz az egyetemes papság elve a reformáció óta olyan érték, ami mellett nem mehetünk el. Te is ott vagy az őrhelyen. A kimondott szóban, a megélt cselekedetben, a hitnek és a szeretetnek a továbbadásában. A próféta, maga a szó is azt jelenti, hogy előre megmondani, Isten szavát közölni. Két világ határán áll, úgyhogy az egyiktől sem függetlenítheti magát, mert beletartozik abba a népbe, abba a gyülekezetbe, abba a közösségbe, amelyben él. De van egy felelőssége onnan felülről, hogy elmondja azt, hogy valamit nem jól csinálsz, hogy vissza kellene térned az Úrhoz, hogy látja az Úr a te életedet, és mentő szeretetével azért enged meg dolgokat, jókat és rosszakat, könnyűeket és nehezeket, hogy megmentsen téged. Izraelben azt hitték, hogy a próféta látja a jövőt, de ezt mindig csak később derül ki, majd ha beteljesedik. Nem, a próféta látja a jelent. Nem a saját szemszögéből, hanem az Isten szemszögéből. A próféta, és talán benne mi magunk is, akik Isten üzenetét hirdetjük és továbbadjuk,
tekintettel, szóval, öleléssel, vigasztalással, mentő szeretettel. A jelenben éljük meg a jövőt. A próféta Isten szemszögéből lát. És valahol ez a mi hivatásunk és küldetésünk. Isten ebben az igében, ebben a keser édes igében azt akarja elmondani. Vedd észre a folyamatokban, az előzményekben és a következményekben Isten szándékát és akaratát. Nem akar népszerű lenni, de nem köthet kompromisszumot. Harcol önmagával, nézzük meg Jeremiást, Ézsaiást, Ezékielt és a többi prófétát, de el kell mondani azt, amit Isten neki adott. Testvérek, ezelől a felelősség alól mi sem bújhatunk ki. Mindenkire bizatott. Olyan ajándéka az Istennek, csak ezt meg kell hallani, hogy azon a helyen, ahol vagy, akkor, amikor ő szólít, ő engedi, add tovább, éld meg. A prófétát nem az üzenet érdekli, hanem a hír. Nem az, amit látni és hallani akar, azok a hamis próféták. Isten szava egyenes beszéd. Nem ferdített, nem részigazságokat tartalmaz. És hogy hitelesíti a prófétai szót? Ugye Ezékiel még így beszél, majd ha beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudjátok, hogy próféta volt közöttünk. Mi már tudjuk. Senki nem bújhat a próféta háta mögé. Jézus Krisztus Isten szeretetét hozta ebbe a világba. Nem csak füleken keresztül, hanem szíveken keresztül akar minket elérni. János már az evangéliuma elején megmondja, az ige testé lett, lakozott közöttük, és láttuk az ő dicsőségét, telve hatalommal. Az isteni szeretet igéje teljessé lett. Ez az az új prófétai szó, amely túllép minden határt, mert a szavakat el lehet felejteni. De Isten éltünk vállalt áldozatáról soha nem feledkezhetünk meg. És milyen csodálatos, testvérek, amikor azt mondja, hogy érted, bűnös emberért haltam meg. Nem azt mondja, hogy azokért, akik jól viselkedtek, akik úgy éltek, akiknek nincs volt az életükben, azt mondja, azokért haltam meg, akik küzdenek, akik elesnek, akik gyengék. Hadd mondjam én a prófétai szót úgy, hogy érted. És ezt jól értsd. Érted, haltam meg. És vedd tudomásul, halld meg, éld meg. Senki nem elveszett, aki ma itt van, és aki ott ül a televízió képernyője előtt. Akkor sem, ha úgy érzi. Ölelj át Istennek ez a melege, és ez a szeretete, ez az egyenes beszéd. Ha a szavakkal ölni lehet, hiszem a szavakkal menteni is lehet. Jézus ezt teszi ott a kereszten, amikor imádkozik, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ebben az imádságban ott vagyok én is, ott vagy te is, mert indít, útba igazít, erősít, vigasztal, megállít. Vegye észre mindenki, hogy neki ma mire van szüksége. Ez az élet beszéde. Ez az a változás, annak a lehetősége, amit nem csak meghallani kell.
Nekem úgy fájtak ezek a szavak, amikor kétszer is fel kellett olvasnom, hallják, de nem a szerint élnek. Ezékiel fájdalma, sokszor a mi fájdalmunk is, de először magunkra nézzünk. Ne ítéljük meg azt a másikat. Akarj, próbálja szerint élni. S hidd el, hogyha megteszed, akkor ennek gyümölcse és eredménye lesz. Olyan jó testvérek, hogy ma már visszaállt a régi forma. Fel lehetett jönni ide a szószékre. Volt egy kis böjtünk, egy 3 hónap. Szólt az ige onnan, de higgyék el, hogy innen egészen más. Hirdetni az igét, látni az arcokat, a szemeket. Hiszem az Isten többet lát az életünket is, meg azt is, hogy mi van a szívünkben. És azt akarja, hogy meghalljuk a nekünk szóló üzenetet. Amikor ezt az igét olvasom, mindig eszembe jut egy gyermekkori történetem. Egyik barátomnál voltunk, és ott döbbentem rá, hogy milyen nagy dolog, hogy tudunk beszélni egymással. Abban a családban az volt a szokás, hogyha a gyerek valamit rosszul tett és haragudtak rá, akkor nem beszéltek vele. Nehéz ezt elfogadni, tehát csend volt. És hiába szólt a gyerek, hiába szóltunk, semmi válasz nem volt. Hát ott éreztem meg azt, hogy jobb lenne, hogyha inkább szidnának, vagy vernének. De hát az a legméltatlanabb volt nekem akkor gyerekként, hogy hát már nem is beszélnek hozzánk. Nem tudom, volt-e életünkben olyan, amikor úgy éreztük, hogy Isten nem szól hozzánk. Én úgy éreztem, hogy az a szeretetnek a teljes elvétele volt. Isten szól, de azt akarja, hogy aszerint éljünk, hogy ne csak meghalljuk, ne csak megértsük, hanem éljünk belőle, mert, ő mondja, mindez beteljesedik, úgy, ahogy előre megmondta. Gyerekekkel táborban voltunk, és pénteken együtt voltunk, a napi igét vettük, amely a bölcsességről szólt, és hát ugye az ember interaktív módon próbál velük beszélni. Kérdeztem, hogy ki a bölcs. És akkor mondták, János bácsi. Mondom, de jó napom van. És mondom, miért tartotok engem bölcsnek? Hát azt mondták, hogy mert őszhajú, meg öreg. Ez már nem volt annyira jó eső, de igaz volt, mert az ősz szájukból hangzott, és hát ebből indult aztán a beszélgetés. Ahhoz, hogy Isten megszólítson és tanítson bennünket, igen, meg kell szólalni, és meg kell érteni. Kedves testvér, itt Isten házában, az evangélikus templomban, és ott életednek bármely helyzetében, ebből az ígéből, és ebből az Isten tiszteletből vidd magaddal Isten megszólító szavát, hogy hallottuk a oltár előtt felolvasott igében, amely élő és ható szó, élesebb minden két élő fegyvernél. És de jó lenne, hogyha a lukácsi evangélium, amely szintén része volt Isten tiszteletünknek, nem teljesedne be, hogy a meghívottak azt mondják, nem érünk rá, ments ki engem. Jézus mindenkit hív, hogy megteljék a ház. Ez a templom, és létrejöjjön az a közösség, ami hozzá és egymáshoz köt bennünket. És kedves testvérek, őrizzétek meg, ez lelkészi szó, legyen profétai szó, majd meglátjátok, mert mindez beteljesedik ott nála, ezért áll a kereszt, ezért van tárva Isten szeretetének ajtaja,
Ezért mondja a hét igéje, jöjjetek én hozzám, ti, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. Higgyetek ebben a szóban, ne értem, hanem ő érte. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod, mennyiszer nem jól használjuk a szavakat. Nem azt adjuk tovább, amit hallunk. Nem azt éljük meg, amire tanítasz, s nem úgy, ahogyan te akarod. Gyarló emberi gondolataink, érzéseink eltérítenek attól a látástól, amelyre te akarsz elvezetni minket. Mai küldötteket, mai őrállókat, mai prófétákat, bizonyságtevőket. Urunk, engedj közel magadhoz. Engedj szavaidból élnünk, és azokat továbbadnunk, hogy ez a szeretet érezhető, látható csodákban lehessen a miénk. Hadd tudjunk aszerint élni, amit te akarsz munkálni javunkra, ezért légy ott minden élethelyzetben mellettünk. Bajokban, próbákban, betegségekben. Hadd lássuk meg ölelő karodat, kezedet, mentő szeretetedet, amelyet felénk nyújtasz. Sorunk, hadd legyünk ennek a kéznek, ennek a fülnek, ennek a szívnek, ennek a szájnak megnyújtott részei ebben a világban, ahová küldtél minket. Urunk, így maradj velünk, így segíts meg minket, így áldj meg minket. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.